A rák leküzdése Sok jó akaratú és képzett ember tudása összegződik a következő gondolatokban. Azt hiszem, haszonnal forgathatja, használhatja mindenki, aki már esetleg megbetegedett, de azok is, akik a megelőzés és a tudatos életmód hívei. A podcastemből kiderül, hogy valójában mi vagyunk a saját életünk főszereplői. Csak olykor átengedjük a gyeplőt másoknak, embereknek, vágyaknak, láthatatlan erőknek és hiánybetegségeknek. Az első és legfontosabb dolog az, hogy az egészségünk vagy egészségtelenségünk a mi döntésünk eredménye. Tehát minden a gondolkodás módunkon múlik. A gondolkodás olyan, mint egy váltókezelő. Nem túl nagy, de irányítja életünk vonatát. A világ szemléletünket holisztikussá kell tenni. Vagyis figyelembe kell vennünk, hogy mi elsősorban lelkek és szellemek vagyunk, akik csupán átmenetileg költöztek testbe. Így ezer részeink létének elfogadása nélkülözhetetlen a gyógyuláshoz vezető úton. A lélek és a szellem nem vallási kategóriák, még csak nem is szimpla spirituális definíciók, hanem a létünk alkotói. Ha így módon tekintünk rájuk, akkor megláthatjuk a testtel alkotott egységüket. A titok, hogy az ember sohasem szétválasztható testre, lélekre és szellemre, csakis egységként kezelendő. A harmónia beállítása, az egészség, a boldogság és a kiegyensúlyozott személyiség nem születik magától, azt teremteni kell és ha megvan, akkor fenn is kell tartani. Ez a jól lét kulcsa. A testi lét miatt az emberek többsége teljesen elkülönültnek hiszi magát a többi embertől. Ez az egyik legnagyobb hiba, amit el lehet követni. Az igaz, hogy az anyagi valóság részei különállóak, de a magasabb világok energia és tudatmezői nem választhatók oly módon szét, mint a mi fizikai világunk tárgyai. Sőt, Bizonyos rezgésszinteken nem különülünk el egymástól, hanem számtalan formában összekapcsolódunk egymással. Energiák és információk szintjén folyamatos és eltéphetetlen kapcsolatban állunk egymással. Ez egy holisztikus szemléletmód, amely a következőképpen fest. Külön egyéniségek vagyunk, egyediek vagyunk és megismételhetetlenek, ugyanakkor a lelki-szellemi működésünk tekintetében hasonlítunk. Aki ezt nem tudja, nem tudatosítja, vagy elfelejti, sajnos a valósággal kerül szembe. Arról van tehát szó, hogy az elkülönítettségből születik az ember elméjében az illúzió, az elválasztottság illúziója. Valójában ez csak a fizikai testünk szintjére igaz, a többire nem. Az elkülönült ember tévhitben él. Ennek a hiedelemnek az egyik megnyilvánulása a magány de a kiszolgáltatottság, a félelem is az. Sőt, mi több, a külső és a belső világ teljes külön választása is. Ebből következik, hogy a belső, lelki és szellemi folyamatok nem függetlenek a testi funkcióktól. Például az érzelmeink és a gondolataink testre gyakorolt hatásain is nem érhetjük ezt. Aki eddig eljut, felismerheti, hogy az érzelmeink és a gondolataink teremtő erőkkel bírnak. Vagyis befolyásolják a testünk sejtjeit. Az önzőség és az önzetlenség, a félelem és a félelem nélküliség, a hit és a kétkedés, a pozitív és a negatív tulajdonságaink mind-mind befolyásolják a sejtjeink működési folyamatait. Ez olyannyira így van, hogy a stresszes embernek mérhető fiziológiai folyamatok zajlanak le a testében. A boldog és kiegyensúlyozott emberre is igaz ez. A rendszeresen ismétlődő gondolataink és érzelmeink energiák, melyek összeadódva egészséget vagy betegséget tudnak teremteni. Ezért mondják, hogy a legtöbb betegségünk lelki eredetű, azaz pszichoszomatikus. A következő felismerés az, hogy nem túlélni kell az életet, hanem megélni. Méghozzá úgy, hogy minél minőségibb legyen. Ehhez egy harmonikus szemlélet szükséges. Melynek része a határaink felismerése és lebontása. A rákhoz vezető szemlélet alapja a szeretetre való ésség, pontosabban egy félreértelmezett szeretet. A szeretetről mondják, hogy minden falat lebont, hogy önfeláldozó, hogy túléli a halált, hogy jó értelemben ragályos. Amikor az emberi személyiség ezt félreérti, akkor nem tudja megélni helyesen a szeretetet amely az érzelmek megfelelő adásán és elfogadásán alapul. Ez egy tévedés, ami egy sokszor jó célokért folytatott harc rossz eszközökkel, túlzó önfeláldozással, saját énünk elfolytásával, elnyomásával, és így tovább. A vagy egy eleve rosszul kitűzött célért vagy célokért jó eszközökkel folytatott harc, ragaszkodásért, szeretet hiányért, viszonzásért, és így tovább. Mindez egy paradox helyzetet teremt, amelynek a lényege, hogy tévedünk az élet értelmét és helyes működését illetően. Az ilyen ember könnyen válhat rákossá, mert a saját individumát nem tudja kibontakoztatni. Ahogyan a rákos is terjed, és mindent rákossá rendellenessé tesz, úgy ez a fajta torz szeretetértelmezés is mindent a saját képére formál, mindennek átadja a saját tulajdonságait, mint a mágnes a vasreszeléknek. Ez a burjánzás, amely halálossá is válhat. Mi hát a megoldás? A megoldás a szabadság, amelynek alapja a helyes, reális önértékelés és önbecsülés. Saját fontosságunk és értékeink felismerése, kibontakoztatása és kiélése, összhangban a többi individummal és a világ mindenséggel. A szabadságot mindenki számára meg kell teremtenünk, magunkat is beleértve. A szabadság akkor érkezik el, amikor mindenki önmaga tud lenni, nem elszívva az életteret másoktól, ugyanakkor jogot formálva és megmutatva saját egyedi tökéletességét. Ez pedig a tudatosság kérdéséhez vezet el bennünket. Először az egyén világképét és önmagáról alkotott képét kell helyreállítani. Addig ugyanis nincs gyógyulás. A betegség csupán egy tünet, egy jel, hogy valamit rosszul csinálunk. A test egy templom, amit nem ellenszerekkel kell bombázni, hanem meg kell tanulni rendeltetésszerűen használni. Ha ez sikerül, akkor az immunrendszerünk is kordában tudja tartani a napi szinten termelődő rákos sejtjeinket. Nyilvánvaló, hogy a kívülről jövő hajlamosító tényezőket is kerülnünk kell, mint az a következő podcastemből kiderül. De a legfontosabb a belső világunk. Tudnélik, mi betegítjük meg saját magunkat azzal, hogy nem tudjuk ezeket a dolgokat. Amit ne tegyünk, mert fokozhatja a rákos folyamatainkat. Ne higgyük el, hogy tehetetlenek vagyunk. Ne essünk kétségbe. Ha mégis megtörténik, kérjünk segítséget a lelki erőink felerősítésében. Ne csak kívül keressük a megoldást, keressük meg, hogy hol a hiba a személyiségünkben. Ne hanyagoljuk el a lelkünket, vizsgáljuk felül a párkapcsolatainkat, ne halogassuk a dolgokat, helyezzünk hangsúlyt a megelőzésre. Ne csapjuk be magunkat, legyünk önmagunkhoz teljesen őszinték ne romboljuk saját immunrendszerünket. Éppen ellenkezőleg folyamatosan erősítsük azt. Ne vállaljunk át a szeretet nevében másoktól túl sok terhet. Soha ne feledkezzünk meg a saját érdekeinkről. Nem lehetünk a saját életünk mellékszereplői. Ne legyünk hitetlenek. A félelem csak egy tudatállapot. Megváltoztathatatlan állapot pedig nincsen. Ne tartsuk magunkat tudatlanságban. A rák nem örökletes betegség, de a helytelen életmód és a hülyeség képes öröklődni. A tudományos orvoslás gyógymódjait mindig vegyük figyelembe, úgy, mint a holisztika részét. Boldog napot! Köszönjük Adója egy százalékos felajánlását! Támogassa hitéleti munkánkat! Fény Evangéliuma Egyesület! Technikai számunk! 23.05